Köszöntöm kedves nézőinket! Mai műsorunkban egy szorványvidékre látogatunk. Egy olyan családot mutatunk be önöknek, akik hiánypótló feladatot látnak el a szolyvai magyar közösség életében. Tartsanak velünk, és ismerjék meg a kis családot! Itt állunk a szolyvai magyar református óvodában, az óvodavezetővel beszélgetünk. Hogy kerültél kapcsolatba a szolyvai óvodával? Te nem itt születtél. Nem, én Barkason születtem, és a főiskola a Ferencvárosi Magyar Főiskola befejezése után adódott az a lehetőség, hogy Szolyván van lehetőség dolgozni. Kicsit félve jelentkeztem az állásra, de úgy gondoltam, hogy hát ki kellene próbálni. Eljöttem, ez 11 évvel ezelőtt, 2008-ban, és az első találkozás után úgy mentem haza az iskolából, az elemi iskolába, mivel én alsós tanárként végeztem a főiskolán, úgy mentem haza, hogy hát én itt nem maradok, és nem jövök, mivel én nem beszéltem jól az ukrán nyelvet, sőt, nagyon nem beszéltem. És akkor úgy gondoltam, hogy nem vállalom az állást, telefonon vissza is utasítottam. Ám ismertem itt, Szolyvával volt kapcsolatom még gimnáziumból, itt voltam táborozni, és megismerkedtem az egyik itt dolgozó tanítónővel, és ő felhívott telefonon, és kérte, hogy hát vállaljam el a akkor negyedik osztályba az állást. És én úgy gondoltam, hogy segítek inkább magam helyett valakit keresni. Kerestem is, küldtem is, valamiért, valami oknál fogva ő se vállalta az állást, és több nap telefon után egyszer csak azt mondtam, hogy hát valamiért a jó Isten azt akarja, hogy én itt legyek, ezt még nem tudom miért, de ha még egyszer megcsörren a telefon, akkor én biztos, hogy igen mondok, és ez tényleg így volt, hogy nem telt bele néhány perc, és azzal telefonált ismét ez a kolléganő, hogy hát szükség van rád, és gyere, és mondtam, hogy jó. És akkor összepakoltam, és az következő héten pedig eljöttem, és akkor elvállaltam a negyedik osztályt, akkor még csak 4 gyerek volt, tehát akkor nagyon kevesen jelentkeztek még a magyar iskolába, 3-4 fős osztályok voltak, és így kezdődött a szolyvai létem, és azt mondtam, hogy 1 év, és elmegyek, és most már 11 év, és még itt vagyok, és hát szerettem, megszoktam. Az óvodával kapcsolatban van az iskola, tehát az itteni óvodásokat ismerjük, itt járunk nyaranta táborozni, meg hát az óvodások is jönnek hozzá, mi is jövünk, mindenféle alkalmon részt veszünk, ugyanúgy az óvodások az elemi iskolában, hogy mi is. És ismertem az óvodát, tudtam azt, hogy egy idősebb óvodavezető van, ő már nagyon szerette volna átadni a stafétát valakinek, de nem gondoltam rá, hogy én ezt valaha elvállalom, és én itt leszek az óvodában. Nehéz feladat egy olyan közösségben helytállni magyarként, ahol ami már szorványvidéknek számít? Én úgy gondolom, hogy nehéz. Nehéz volt egyrészt azért, mert nem ismertek, nehéz volt a kezdet azért, mert nem beszéltem a nyelvet, és ez nagyon sok nehézséget okozott.
De mégis én azt éreztem, mikor idejöttem, és talán az is volt az a megtartó erő, ami azt mondta, hogy 11 éve itt kell lennem, mert szeretettel fogadtak. Tehát úgy a szülők, úgy a gyerekek, és éreztük azt, hogy szükség van, itt kell, hogy itt maradjunk, kell, hogy segítsünk a magyar iskolának a fennmaradásába, mert nehezen találni ide pedagógust, aki vállalja ezt a munkát, vállalja ezt a kihívást. És valóban volt a 11 év alatt olyan, hogy mi is úgy gondoltuk, hogy hát talán mennünk kellene, mert nehéz. És a férjem volt az, aki mindig azt mondta, hogy de szükség van rá, mert mi lesz itt a magyar iskolával, vagy mi lesz a magyar óvodával, mert, és ha nem találnak helyettünk valakit, akkor talán bezárják a csoportot. Nehéz, de érdemes. Hány gyerek jár az óvodába, és hány csoport van? Az óvoda, a Magyar Református Óvoda, hivatalosan a gyerekek a Szolyvai 10-es számú oktatói nevelőintézményhez tartoznak, ahová az 1-4 osztály szintén. A Magyar Református Óvoda a Magyar Református Egyháza fenntartója. Tehát a csoport oda tartozik, viszont az épület, illetve az étkezést, a fenntartást az egyházája. Tehát így egyházi jellegű a csoport, Magyar Református csoportként működik. Megérkeztünk a gyerekekhez. Bezárom az ajtót. Hány gyerek van a csoportban? 25 gyerek van. Most nincsenek annyian, mert közben érkeztek. 15, 16, a 20-ban mindennapos általában, 16-20, aki minden nap. És magyar óvónéni is foglalkozik velük, meg ukrán óvónéni is? Van, hogy három óvónőnk van, aki fél állásban dolgozik, van egy ukrán, van két nyelvű óvónő. Ők ketten még tanulnak, tehát ezért van szükség, hogy három óvónő is foglalkozik velük, illetve van magyar zenei óvónőnk, és minden foglalkozás, minden nap általában két óvónő van, tehát hogyha bármi van, mindenképp legyen két nyelvű, tehát van hozzá fordítás. Például az ukrán óvónőnk nem beszél magyarul, viszont itt van a magyar óvónő vagy zenenevelő hozzá, aki viszont lefordít mindent, tehát hogy minden nap legyen ukrán, és magyar ének, magyar dal, tehát mind a két nyelvet, hogy tudják a gyerekek nyakorolni. Arányába véve mennyire beszélnek? Hát hány százalékban beszélnek magyarul? Hát az óvodába, tehát kikérdezkedni, tehát ezeket a mindennapi dolgokat meg tudják kérdezni. Nem beszélnek, értenek sok mindent, tudják ezeket a kifejezéseket, ami minden nap használunk, számolni tudnak. De kicsit azért is nehéz velük foglalkozni, mivel vegyes korosztály, tehát ugyanúgy van 2,5 éves, 3 éves és van 5 éves iskola előtt, tehát differenciálni a csoportot is nagyon nehéz. De kialakítottunk egy külön csoportszobát, tehát hogy legyen lehetőség egy kis csoportmunkára is, csak most ott felújítás folyik, oda nem tudunk bemenni. Fontosnak tartják a szülők a vegyes családokban, magyar óvodába irassák? Vagy vannak olyan ukrán családok is, akik ide iratják a gyerekeket? Itt a többségében azért teljesen ukrán családból érkeztek a gyerekek. Vannak, akinek apuka vagy anyuka egy kicsit beszél, vagy főleg inkább nem is apuka, anyuka, hanem a nagyszülők. A nagyszülők azok, akik tudtak, vagy tudnak magyarul. Sajnos már a szülőt nem tanították meg, viszont azt szeretnék, hogy már az unoka hát, ha megtanulnak. És azért nálunk feltétel az, hogy ha magyar óvodába szeretné iratni, tehát a magyar iskolába, tehát tőlünk kikerülő gyerekeket a magyar iskolába iratják be főleg. És szeretnék ide járni, szeretnék, hogy megtanuljanak magyarul. Református óvoda, vallási nevelést is kapnak a gyerekek. Vallási nevelést is kapnak a gyerekek. Minden nap tanulnak, énekelnek református énekeket. Magyarul is van hittanóra, van a gyerekeknek, illetve ukránul is van. Tehát van egy ukrán hölgy, aki kijár velük foglalkozni, de ugyanúgy van magyar is, aki heti egyszer-kétszer foglalkozik velük. És itt alszanak a gyerekek? Megnézhetjük? Meg nyugodtan, tessék. Bocsánat. Itt alszanak, akkor egy teremben játszanak, esznek, itt alszanak. Az az igazság, hogy túljelentkezés van hozzánk is. Tehát nekem az irodámban már egy ilyen 16 fő, aki már feliratkozott, hogy nagyon szeretné a gyereket beiratni, viszont 11 gyerek megy ki, és nem tudunk egyszerűen többet befogadni. Szűkesek a kereteink, nem lenne több hely. Tehát főleg inkább az alvás miatt, tehát hogy nem lenne hely.
És miből tartják fent az óvodát? Ez nem állami óvoda, nem egyházi állami óvoda. A református egyház tartja fent az óvodát, tehát ő az, aki az étkezést, illetve a helyet, tehát ez a református egyházkerülethez tartozik az épület, tehát ő finanszírozza a gyerekeket, tehát a fenntartást is. Most pedig átmegyünk a Szolyvai Elemi Magyar Iskolába, ott találkozunk Klára férjével. Állunk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az én szívem egy kis óra, arany annak mutatója, mindig csak azt ketyegi, kis Jézuskát szereti. Ámen. Üljetek le! Ki tudja megmondani a gyerekek, milyen óránk van? András? Matematika óránk van. És ki tudja megmondani, milyen évszak? Tavasz. És milyen évet írunk? Milyen évet írunk, Karina? 2019. Ez minden nap így van nálatok, mikor bejöztek? Nem minden órán, csak valamikor ez így szokott történni. Az imádkozás az első osztálytól kezdve, így van, mikor tanfolyamon voltam, gyakorlaton nem tanfolyamon, a főiskola, mikor tanultam, akkor megtetszett ez egyik iskolában, hogy gyerekek így kezdték a napot, Isten áldásával, és ezt elhoztam ide Szolyvára és az osztályunkba. Beregszászi járásban születtem, Nagyvégányban. 2008-ban befejeztem a magyar főiskolát, és kaptam egy telefonhívást a nyár folyamán Punyko Marika nénitől, aki azt mondta, hogy van itt egy szabad hely. És fel is jöttem ide Szolyvára egy pénteki nap, és hétfőn ma be is ártam a második osztály. Jós tanítóként elkezdtem dolgozni itt Szolyván, mert az addigi tanítónéni szülési szabadságra ment, és már 2008-tól itt maradtam Szolyván. Mennyire nehéz a gyerekekkel? Mennyire megy nekik a magyar? Mennyire tudják elsajátítani a tantárgyakat? Hát amikor a gyerekek idejönnek a mi iskolánkban, kevés olyan gyerek van, aki magyar családból származik, felmenői, nagyszülők, és elvét egy-két apuka vagy anyuka beszél magyarul. Tehát amikor eljöttek ide az első osztályba, akkor párhuzamosan volt olyan gyerek, aki nem tudott például ukránul elszámolni 20-ig, és a ukránul az anyanyelvén kellett ezt a számfogalmát elsajátítatni vele, és aztán így párhuzamosan jött a magyar. Első osztályban még igen, igen nehéz. A negyedik osztály végére már egy 30-40%-a a gyerekeknek azt hiszem el tud beszélgetni némi szinten. Milyen nagy szerepet tölt be ez az iskola, hogy látod itt a szolyvai magyar közösség életében? A mi iskolánk, most a Szolyvai Magyar Iskola 16 éve működik, és eleinte, mikor még ide kerültem 11. éve most, még felhívások révén próbáltunk gyerekeket toborozni az iskolánkban. Aztán 8 éve volt egy ilyen váltás, amikor már jobban igényelték a szolyvaiak, hogy magyar iskolába járhassanak a gyerekeik. És most már
a négy osztályunkban, tehát ilyen 14-17 fős osztályok vannak, gyerekek tanulnak itt nálunk, már jövőre is, tehát a jövő tanévre, szeptember 1-re 18 gyerek beadta a kérvényét, hogy szeretne itt tanulni nálunk. Szolyván nemrégiben alakult újjá a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapszervezete. Ti kezdeményeztétek a feleségeddel, ha jól tudom? Nem a feleségemmel, hanem itt a Szolyvai Magyar Iskola tanítói, az óvoda pedagógusai, illetve a régi magyar szervezet egy pár tagja is azon volt, hogy jó lenne egy működőképes szervezetet felfrissíteni, vagy egy újat alakítani. Tehát, és így 2018. szeptember 28-án itt Szolyván megalakult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Szolyvai Alapszervezete. Ezt megelőzte egy kisebb gyűlés a régi magyar szervezet tagjaival, ahol felmerült egy olyan kérdés, hogy szükségét érzik-e annak, hogy legyen itt szervezet, magyar szervezet, és egyértelműen egyhangúan mindenki azon volt, hogy igen kell. És hány tagot számlál most a szervezet? Hányan vallják magukat magyarnak, és hányan vesznek részt a szervezet munkájában? Tehát nem régen alakultunk meg, és még folyamatban van a magyarok felkutatása, ha fogalmazhatnék így. Tehát 17 emberrel megalakult a magyar szervezetünk itt Szolyván, és most jelenleg 61 adatlap, ami már a munkácsi szervezethez eljuttattunk, és még mindig folyamatban vannak a tagok felvétele. Dobtad a bácsit, és apának dobtod a te. Ott a bácsi, jó, mutasd meg bácsi, hova kerültek. Mi együtt jártunk főiskolára, aztán elkerültem ide Szolyvára, és két héttel azután, hogy én idejöttem, egyszer csak a kolléganőm azt mondja, hogy képzelt férfi tanár érkezik hozzánk, és akkor nekem így átfutott az agyamon, hogy hát ismerve Andrást, hogy nem-e ő, de hát á, és két másnap, nem is két nap múlva másnap megjelent András, és ez már tényleg akkor, tehát igazság szerint már a főiskola alatt is ismertük egymást, aztán pedig itt együtt is laktunk, tehát egy albérleten sokáig, 3 évig, aztán külön, aztán együtt, tehát ez egy hosszú, bonyolult út volt idáig, hogy idáig eljussunk. Mikor szóba került az, hogy én elvállalom-e az óvodát, tehát mivel én szülési szabadságon voltam, tehát nem merült fel először ez a gondolat, mikor előálltak ezzel, hogy nem ezt szeretném elvállalni, illetve Andrásnak pont akkor került szóba a KAMKESZ, és amellett még ugye ő tanfolyamot is vezet meg a suli. Tehát abban az egyben megegyeztünk, még mielőtt belevágtunk, hogy bárhogy is legyen, úgy igyekszünk, hogy a család rovására ne menjen. Nem mondom, hogy mindig ez sikerül, mert valóban van olyan, hogy keveset vagyunk együtt, de én azt mondom, hogy hálát adok a Jóistennek azért, hogy azért együtt vagyunk. Tehát hazajön este, ha csak este, és csak egy jó étpuszit ad a gyermekének, akkor is van értelme, és nem pedig havonta vagy két havonta kell, hogy összejöjjön a család. Hogy tudod megvalósítani, hogy a gyerekkel is legyél, családdal is? Szűkösen. Tehát ez így elég nehéz. Most ugye bár hosszabbak a nappalok, már azt hiszem több időt lehetünk együtt, mert még amikor hazajövök munka után kimehetünk az udvarra, viszont a téli időszakban ez nagyon nehéz volt. Hazajött, már a gyerek akkor készült az alváshoz, együtt fürdetjük, tehát ez minden este,
Aztán van egy ilyen szokásos programunk, ami kimaradhat, elmaradhatatlan, meg a pizsama felvelés, az csak apa. Azt apa. És kiadja rád, és apa. Nem is nagyon szerettem volna tanfolyamot vállalni, mert hát itt vagyunk fent a család együtt, több időt, hogy legyünk, viszont egy csoportot elvállaltam. Tehát azt kell tudni, hogy az iskola, a negyedik osztály, mert még a napközis foglalkozás is az enyém az osztályomban, és van még a vasárnapi iskola, ami elég, a hétköznapokból elég sok időt elvesz. Vasárnapi iskola? Vasárnapi iskola, tehát ez a hétvégi iskola, ami a vasárnapi iskola néven fut. Azok a gyerekek járnak ide, akik jártak hozzánk az első négy osztályban, és olyanok is, akik nem magyar iskolában jártak, viszont szeretnének magyar nyelven megtanulni. És még a KMK, ez természetesen. Úgyhogy hát ez egy nagyon zsúfolt év most. Most így kezdődött. Hát Hannácska nagyobb lesz, majd megy óvodába, aztán... Könnyebb lesz. Fog segíteni neki. Hannácska egyébként óvodás is, iskolás is, mert mind a két helyre néha elvisszük, és konkrétan sírva hozzuk haza, akár óvodából, akár iskolából, mert nem akar. Szereti a közösség. Nagyon, nagyon szeret a gyerekek között lenni. És nem gondolkodtatok azon, vagy nem merült fel bennetek, hogy elmenjetek külföldre, sok fiatal elmegy? De és igazság szerint én voltam az, aki azt mondtam, hogy talán menni kellene, és hogy menjünk, próbáljunk külföldön. Tehát a külső hatásra is többen mondták, és befolyásoltak. De végül is András azt mondta, hogy próbáljuk meg, maradjunk még egy kicsit. Szerettem volna tényleg itt maradni, hát a szülőföldem az itt van. És tehát könnyű magyarnak megmaradni ott, ahol magyar környezet van, itt egy kicsit azért másabb a helyzet. Fontosnak tartottuk, hogy ha elmegyünk, akkor én még akkor dolgoztam az iskolában, akkor mi lesz a magyar iskolával, hogy tanálnak nem egy, hanem egyszerre két pedagógust helyettünk, és akkor így itt maradtunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, nézzenek bennünket legközelebb is, és ismerjék meg velünk együtt Kárpátalja magyar családjait. Viszontlátásra!